Túl vagyunk a bős Lednicki Rovne, a régióbajnokságbeli negyedik ligás rangadó első fél óráján. Valamivel közelebb álltak a gólszerzéshez a bősiek, de igazán fölényt nem tudnak kialakítani. Jó szervezett kis csapata a Lednicki Rovne, nem hiába áll a harmadik helyen, és az eddigi 8 forduló során csak 4 gólt kaptak, ami már önmagában mutatja az erejüket. Hát nem villognak igazán a támadó szekcióban, de egy-egy veszélyes akció azért belefért az első fél órában részükről is. 2-3 lehetősége akadt a bősieknek is. Azonnal megélénkült a játék, miután bejött a pályára félig betegeskedő Zsigmond Kevin. Nagy Máté az egyik legjobb ezen a meccsen is. Most is megállította, még ideje korán Vavrust. Červený. Bertalan. Marad a labda a vendégeknél. Prágaiék nem tudták megjátszani Tóth Lacival. Eladja a kapitány. Prágai. Provaznyik lépett közbe. Bősi dobás lesz Nagy Máté. Bertalan tovább, de röviden, Prágai elől. Vavrus vágja a senki földjére, Ollári Zsombor köszöni szépen. Molnár. Ez sem pontos, Tótot megelőzik. Zsigmond belecselezi magát az ellenfelébe. Ne jöhet a vendégcsapat, mert aztán a rossz cselt követően visszarántotta ellenfelét Kevin. Andrásek. Kopilecnek hosszú, Ollárinak meg épp jó, begurul az ölébe. Nagy. László. Kiharcol egy bedobás legalább, Nagy Máté jó 20 métert előre jött a támadás egy passzal, és László Jani határozott belépőjével. Ez szép, Prágai Nagy, még megkerüli az embert is, és a beadás is jó, ott pattog a labda. És a kapus éppen csak hárítani tud. Marad a 0-0. Provaznyik. Černý hiába kéri. Radics vissza röviden. Jól fordulnak le ketten. És Zsigmond elől. Ondrásek takarítja ki. Ez jó meglátás, Kopilec. Radics kéri el azonnal, de Kopilec nem figyel a vonalra. Rengeteg a bosszantó technikai hiba, mintha csak a járási bajnokságban lennék. Zsigmond tovább mellel, de nem figyelt rá Tóth. Nem számított arra, hogy Kevin mellett továbbít, és nem beszél le. Nagy Prágait megelőzik, aztán Prágai visszaszerzi. Bertalan, ez már sajnos igen, kim volt.
Nagy Máté megpróbálta, lehetetlen, nem volt pontos a passz Bertalantól. Tóth zavar! És András egy nagyot esik. Aztán már meg is gyógyult, úgyhogy 10 perc van hátra az első fél időből. Bős, Lednicki-Rovne, 0-0. Andrásik. Nem volt pontos Červené felé az ívelés. Megint hosszú Červenének Radics, és Červené le sem volt. Jól lépett ki Vég Dominik. És Molnár Jaksi is, még jöhettek a hazaiak. Vég Dominik, Zsigmond tovább, ballal azonnal Tóthot kereste volna. Bobot. Hát egyelőre nem sok védeni valója volt a vendégkapusnak sem, Olláriról még is beszéljünk, talán egyszer kellett vetődnie. Most viszont figyelniük kell, Radics cselezget, és Radics veszélyes ember. Ezt most megoldja Andrásik, lipták vissza. Andrásik megint, Kopilec. Rövid. Német. Bősi dobás lesz. Zsigmond tovább. Ez nem jó. Most veszi le Méri. És jó! Kevin! Hát ez beakadhatott volna. Aztán Méri az égbe tüzel. Fogja is a fejét Zsigmond Kevin. Méri készíti le, és futtából ezúttal a rosszabbik lábával. De hát az is jó. A jobb láb megrészte a hosszú alsó sarkot. Hát 3 centivel, ha beljebb megy. A kapufa tövéről vágódik Méri elé. Aki éleszögből már talán düböl, durrant az égbe. Marad a 0-0, megszerezhette volna Zsigmond Kevin, ha egy picit szerencsésebb a bősiek vezető gólját. Hát minden van, csak nagy iram nincs. Meg színvonalas foci. De legalább Zsigmond Kevin időnként villan egyet. A vendégeknél pedig Radics dicsérhető. Leginkább most is nála labda, és ezúttal is jól passzol. Kopilec, Cserny, jó kényszerítő, bizony, hogy jó. És egy határozott belépő, nem csak határozott, hanem kemény is. Mindez persze. Nem jelenti azt, hogy veszélyes lenne az ellenfél Ollári kapujára. Nagy Bertalan. Rengeteg a pontatlanság. Mindkét részről bosszantó hibák. Tenisznyelven szólva nem kikényszerített hibák ezek. De vigyázat, most egy veszélyes akció. Vég Dominik lép közben. Ez jó, Méri nagyszerű labdája, prágai Andrásik, kettő ember közé beívelte Méri, ezúttal nem ő nyargalt, hanem ő nyargaltatott, úgymond. Remek indítás volt Méritől, ahogy levette, és azonnal külsővel oda tálalt prágai elé. Andrásik őrködött, és még időben tisztázott. Bősi bedobás. Az utolsó 5 perc kezdődik az első fél időben. Továbbra sincs gól, egy kapufáig jutott Zsigmond Kevin révén a bős. De hát a kapufa az nem gól. Nem jön át sajnos Tóthig.
ez viszont jó! László Jani tüzelt, és fél métert, ha tévedett. Levette, és azonnal van erő a nagyszarvai középpályásban a Dac nevelése, László Jankó. Nem sokat vacakolt vele, amúgy is úgy volt vele, hogy hát senki nem megjátszhatott, akkor majd rátüzelem, hát ha meglepem ezzel Bobot kapust, majdnem sikerült. Mintha csak pingpong meccs lenne, vagy tollas labda, hogy öt ember is beleért anélkül, hogy a labda talajt fogott volna. Ez a kezdeményezés sem sikerült balról a bősieknek. Radics külsővel azonnal Kopilec felé, Csernyék is ott volt. Győzött a túlerő, de csak eddig, viszont itt Radics kapott egyet Molnár Jakabtól. Ennyire azért nem fáj. A Lipták is ott van. Nem is Radics, Kopilec kapta a pofont. Végül is aztán mi történt? Akkor les volt ezek szerint, tehát teljesen mindegy, hogy itt kikapta a pofont. Cserveni volt lesen. Radics visszafele kénytelen cselezni. Bosszantó hibák mindkét oldalon, hát az edzőket nem irigylem. Eddig jobbára nézők is szenvednek. Ondrásék és eladja. Majdnem ki tudta szúrni Méri. Vele szemben felelőtlenség Lezsernek lenni, mert ő ha elindul, akkor nehezen lehet megállítani. És ez pedig bizony jól csinálta, nagyon is jól csinálta ezt a bősi támadó, illetve László Jani volt az, de hát ő is támadó. Bátran megindult, és bizony egy métert, ha még tudja befele vinni, akkor már 11-es. A Zsigmond Kevin köszörülhette volna a bal lábát. Csiszolhatta volna egy góllövésre. Ezt most megúzták a vendégek, úgy vagy 40 centivel a 16-os vonalán. Kívülről jár a szabadrúgás. Bemutatják a figurát. Na nézzük, lesz ebből valami kéttagol sorfal. Zsigmond! Fél fordulatból nem találta el az ember tömegen keresztül, nem tudta áttüzelni Alasztit. Rosszul találta Zsigmond, lepattant az egyik védőről, ahogy most lepattan az ellenfeléről Nagy Máté. Ez a csel most nem jön össze, a Lipták szereli. Radics jön vissza, Ondrásek, Cserny, Radics. Vavrus, és megindul Cserveni, még mindig nagy helyzet. Ó, hát köszönjük szépen, mondhatnák Olláriék. A bal lábán volt az esélye gólszerzésre. Radicsot próbálta megkínálni egy zicserrel, esélyt adva Vég Dominiknak a hárításra. A harmadik vendégszöglet következik, az utolsó perc kezdődött az első félidőben. Radics a szöglettel. Most már bosszantó lenne gólt kapni. Hát így nem. Ajándék, Ollári, köszöni szépen. És még lehet egy kontra. Ha jobban találja, sajátját találta el Ollári. És szerencsére Radics ugyan oda tudta passzírozni valahogy Cserveni felé, de
Szerencsére végig Dominikéknak nem volt gondjuk, most viszont van. Megint Cserveni. És ez a fejes. Hát bizony, csak nézték ott. Bertalanék. Siernyék fejelhetett kapura, és ez bizony, ha kaput talál, akkor Ollári nem nagyon tudott volna hárítani. Szerencsére maradt a 0-0 a végén, nem csattant az ostor, viszont a hármas sípszót hallhattuk. Drabec véget vetett úgymond a szenvedésnek, hát nem egy emlékezetes meccs, voltak lehetőségek. Egy kapufáig jutott a Bős Zsigmond Kevin révén egyelőre. Szép foci, látványos támadójáték nincs. Küzdelem van, a szervezet Legnicki egyelőre megúszta gól nélkül. Sokat kell javulni a kékeknek ahhoz, hogy otthon tartsák mind a három pontot. Egyelőre Bős Legnicki Rovnia az első fél idő után 0-0.